Jó estét kívánok, köszöntöm a Miskolc Televízió nézőit, közéleti magazinunkat, a Miskolci Naplót látják. Miskolc egyik legnagyobb, legtőkeerősebb vállalatcsoportja, a város egyik legmeghatározóbb gazdasági szereplője. 2006-ban alakult a Miskolc Holding, tehát most már idestóbb a 15 esztendeje. Ennek ellenére azt mondom, hogy hiánypótló lesz a most következő beszélgetés. A Miskolc Holdingról lesz szó, a következő bő fél órában tartsanak velünk. És köszöntöm a stúdió vendégeinket, a Miskolc Holding ZRT vezetőjét, nevezetesen Dukai Zoltán vezérigazgatóirat. Itt van velünk Simon Gábor, a Holding Felügyelő Bizottságának elnöke, és Iván Tamás, aki az igazgatóság alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az idő rövidsége miatt én nem szeretnék nagyon történeti háttérről beszélni, úgyis érinteni fogjuk. Viszont van egy nagyon lényegi kérdés, amire azt gondolom, hogyha most megkérdeznénk a miskolciakat, hogy alapvetően a Miskolc Holding milyen szerepet tölt be valójában a város életében, szerintem alig ha tudnának egyértelmű választ adni erre a városlakók. Úgyhogy ezt kérdezem elsőként, tehát a Miskolc Holding, az önkormányzata milyen viszonyban van, tehát egymás mellett működő szervezetekről van szó, aláfelé rendeltségi viszony van, vagy például ne menjünk messzire, MVK kérdés, ugye most ami a sajtóban ugye többször is megjelenik, mindenkit ezt foglalkoztat a közvéleményt, de egy egyes busz megszűnése, illetve annak visszaállítása, kinek a döntése? Dukai Zoltán. Köszönöm szépen. Hát az önkormányzat a tulajdonosa a Miskolc Holding ZRT-nek, 100%-ban önkormányzati tulajdonú cégről beszélünk, és hogyha ebben erről az oldalról vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen egy alá és fölé rendeltségi viszony van. Tehát tulajdonképpen az önkormányzat, mint tulajdonos meghatározza azokat a kereteket, amely mentén mind az igazgatóságnak, mind ugye a menedzsmentnek működni kell, és mi ezek alapján működünk. Én azt gondolom, hogy hogyha meg kellene tömören fogalmazni, hogy mi a Miskolc Holding ZRT-nek a tevékenysége, akkor én három fő csoportba tudnám sorolni. Az egyik ilyen csoport ugye az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak a stratégiai irányítása. A második főcsoport az önkormányzati vagyonkezelés, tipikusan a önkormányzati tulajdonú vagyonelemek, ingatlanok értékesítése, bérbeadása és hasznosítása, és a harmadik főcsoportja pedig ugye az önkormányzati közszolgáltatási funkcióknak a ellátása. Itt jellemzően ugye a víziközműszolgáltatás, a távhőszolgáltatás, a közösségi közlekedésnek az ellátása. Ennek a három fő területnek a megszervezése, hatékony megszervezése jelenti a Miskolc Holding ZRT-nek az alapvető tevékenységét, és ezen kívül egyébként még sok-sok olyan nagyon fontos terület tartozik hozzá, mint a projektirányítás, a projektek menedzselése, és gyakorlatilag a városi cégeknek a HR képviselete is hozzátartozik. Konkrétan itt szóba került az MVK ZRT, hogy a döntéshozatali folyamat az hogyan néz ki. Ugye ez is több irányú. Konkrétan a közlekedési vállalat ugye közszolgáltatási funkciót lát el. Itt az önkormányzat tulajdonképpen egy közszolgáltatást rendel meg tulajdonképpen a Miskolc Holding ZRT-n keresztül a közlekedési vállalattól, és tulajdonképpen az önkormányzat ugye egy önkormányzati valójában rendeletben, de minden évben egy önkormányzati döntéssel határozza meg azt a mennyiségű lehívott kilométert vagy futás teljesítményt, ami alapján meghatározzuk, hogy az adott évben gyakorlatilag mennyi normatíva van lehívva. Fogunk beszélni részletesen még egyébként az MVK-ról és egyéb területekről, meg célkitűzésekről. Picit azért visszamennék időben, ugye 2006-ban alakult meg a Miskolc Holding, de Simon Gábortól kérdezem, bár Dukai Zoltán is abban az időszakban jelen volt, de ugye akkor az önkormányzat úgy döntött, hogy létrehozza a holdingot, ugye az önkormányzati cégeket tömörítő szervezetet. Akkor lényegében egy sokkal kisebb szervezetről volt szó, időközben ez jó nagy létszámra duzzadt. Viszont az elmúlt évben már arról beszéltek, hogy mindenképpen karcsúsításra, racionalizálásra van szükség. Tehát gyakorlatilag a holding lehet sokféle, ennyire sokféle, ahogy azt az önkormányzat elképzeli? Nyilván alapvető döntési helyzetben az önkormányzat van úgy, ahogy Dukai úr is mondta, hiszen az önkormányzat a tulajdonos. Ez, hogyha visszamegyünk az időbe, amire a kérdés irányult, 15 évvel ezelőtt ugye volt a holdingnak egy szlogenje, ez pedig úgy szólt, hogy együtt működünk. Ez volt az önkormányzat célja. Az önkormányzat célja az volt,
hogy a szolgáltató cégek, tehát a vízmű, a távhő, a közlekedés, a városgazda együtt működjenek, a működésük számtalan ponton összehangolásra kerüljön, és úgy kerüljön összehangolásra, hogy ez a legköltséghatékonyabban történjen meg. Én nagyon jól emlékszem arra a történetre, amikor az egyik közszolgáltató cégnél arról volt szó, hogy ha a cég dolgozói létszáma 1000 fő alá csökken, akkor ez a cég ez össze fog omlani, ez nem fogja tudni ellátni ezt a feladatát. Nos, a feladatok egy része és az együttműködés, amit a holding képvisel, hogy mondjuk egy HR szolgáltatás, vagy egy számlázás, vagy egy könyvelés, vagy egy TB számfejtés egységesen történik. Ez azt jelenti, hogy az adott tagvállalatoknál kevesebb embernek kell ezzel foglalkozni, egy kisebb szervezet valamennyi cég részére ellátja, és nyilvánvaló sokkal professzionálisabban tud így működni, plusz költséghatékonyabban. Na visszatérve a sztorira, ez a társaság ez 1000 fő alatt sem roppant össze, és a mai napon azt mondhatjuk, hogy most kevesebb mint 300 dolgozója van ennek a cégnek, és ugyanúgy ellátja ezt a közszolgáltatási feladatot. Az alapvető cél, ez az együttműködés volt, hogy maga a holding az úgy jön létre, hogy egy kicsi, professzionális szervezet, aki hát úgymond a menedzsment dolgokat intézi. Ez így is volt sokáig, akkor ugye 31 néhány fő volt a Miskolc Holding létszáma, majd az elmúlt 10 évben ezt elkezdték felduzzasztani, illetve elkezdtek cégeket beolvasztani. Ezek közül a legnagyobb a MIG ZRT volt, a MIG ZRT-t megszüntették, és egy az egybe beolvasztották a Miskolc Holdingba, de ezen kívül van jó néhány kisebb cég, a csatorna tisztítással foglalkozó cég, a Miskolci Beruházó volt, Miskolci Beruházó Kft., vagy ilyen volt a Városfejlesztési Kft. Is. Ezek most mind a holdingba beolvasztásra kerültek. Mi leginkább azt képviseljük, hogy az eredeti filozófia helyes, hogy egy kicsi, hatékony és menedzsment-szerűen az összehangolást végző szervezeti egység jön létre. Ezért nem is nagyon örültünk neki, amikor láttuk, hogy több mint 400 dolgozó van a Miskolc Holdingban, 420 dolgozó, úgyhogy mondom 35-ről indultak 2010-ben, és 2019 évvégére több mint 400 dolgozó. Ezt mi alapvetően, és hát a mi az elsősorban az igazgatóság, profiltisztításnak hívjuk, hogy minden kerüljön oda, ahova tulajdonképpen való. Egy Miskolc Holdingnak nem kell a csatorna tisztítással foglalkozni. A csatorna tisztítással foglalkozzon a Mi Víz, aki víz és csatornába professzionális cég. Ezért ez a profiltisztítás elindult, úgy, ahogy az igazgatóság döntött, és ezeket a döntéseket a önkormányzat képviselőtestülete, illetve polgármester úr akceptált a számos esetben. Ugye most itt említette ezt a 400, most pontos akarok lenni itt a számokat, de talán ebben vezérigazgató, 420 helyett most ugye 282 ember dolgozik a Miskolcon, de kiket engedtek el főként a tavalyi évben? Hát én azt szoktam mondani, hogy mi nem a fűnyíró elvet alkalmazzuk, hanem egész egyszerűen meghatároztuk azokat a területeket, amelyeket, ahogy a frakcióvezető úr, elnök úr elmondott, melyek azok a területek, amelyeket a jövőben a holdingban kell tartani. És igazából ez a 101 néhány fős csökkenés, az nem jelenti azt, hogy 101 néhány főt mi utcára tettünk gyakorlatilag, hanem például ugye a csatornatisztítási részt, vagy üzletágat, azt visszaraktuk a Mi Vízbe, az energetikai részt visszaraktuk a Mi Hőbe, tehát az, amiről beszéltünk, hogy mindent odaraktunk, ami a helyére került, és nyilván ebből adódóan ugye csökkent a létszámnak a zöme tulajdonképpen. Tehát azt gondolom, hogy szakemberek mentek el a Miskolc Holding ZRT-ből az adott tagvállalatokhoz, tehát ahova mi megítélésünk szerint menni kellett. Természetesen voltak olyan felesleges pozíciók, ezt azért el kell mondjam, amire úgy gondoltuk, hogy teljesen felesleges ezt megtartani, és nyilván ezeket megszüntettük, vagy átszerveztük, de azt gondolom, hogy ez a kisebb része ugye ennek a csökkentésé, de minden esetben mi azt az elvet valljuk, hogy mi úgy csökkentünk létszámot, hogy először a feladatot határozzuk meg. Milyen feladatot kell elvégezni, és ehhez rendelünk egy létszámot. Én azt gondolom, hogy az igazgatóság életében látunk bele talán a legkevésbé. Ugye tavaly 5-en voltak, most már csak 3-an vannak ugye az igazgatóságban, ugye alelnökként dolgozik. Ugye most volt nemrégében egy közösségi médiában megosztott beszélgetés, 500 határozatot hoztak a tavalyi esztendőben. Tehát alapvetően az igazgatóságnak mi a feladata?
Hát ugye alapvetően az igazgatóságnak stratégiai feladata lenne, a holding és a tagvállalatai stratégiájával kellene, hogy foglalkozzon. Ez az elmúlt évben nem egészen így volt, hiszen a holding szervezet és működési szabályzatából is következően nagyon sok olyan döntést kellett hozni az igazgató tanácsnak, amelyre az operatív vezetés önmagában nem jogosult. Ez érvényes nagyobb összegű munkákra, feladatokra, akár a tagvállalatoknál, akár a holdingnál, és érvényes egyéb olyan dolgokra, amelyek valamilyen más oknál fogva az igazgatóság döntését igénylik. Ahogy itt elhangzott, a holding annak idején úgy alakult, hogy egy viszonylag kis létszámú szervezet lenne, hiszen a holdingot Miskolcon úgy alapították meg, hogy valamilyen hasonló működési elv szerint működjön, mint ahogyan a korábban Debrecenben megalapított holding, és amely mai napig ugyanabban a filozófiában működik, mint ahogyan annak idején elindult. Tehát az, amiről most beszéltek a kollégák, hogy abba az irányba szeretnénk a holdingot visszaterelni, amilyen filozófia szerint működött, ez gyakorlatilag egy teljesen normál igény, ha úgy tetszik, hogy minden tényleg ott működjön, ahol kell. Repkednek a milliárdok ugye az elmúlt hónapokban. Én azt gondolom, hogy a miskolciak erről annyira keveset tudhatnak, hogy mennyi az az annyi. Tehát gondolok itt arra, hogy 38 milliárdos éves bevételről beszélünk, ugye a holding esetében, és 4 milliárdos hiányról is beszélnek. Ez a 4 milliárd forint, ez mennyi? Tehát hogyan tudnák érzékeltetni mondjuk egy miskolci számára, mert valószínű ezek hatalmas számuk, de ha már 4 milliárd forint hiányzik, akkor ott milyen ellátás, vagy milyen szolgáltatás sérülhet? Hát igen, tehát 38 milliárdos ugye árbevételű cégről beszélünk, és ugye ez a 4 milliárd forint, amiről szó van, ez ugye a tavalyi évi, tehát a 2020. évi úgynevezett árbevétel kiesés. Ugye ennek sok oka van, de azt gondolom, hogy az egyik fő oka maga a COVID. Tavaly év elején, amikor a város is elfogadta a költségvetését, és nyilván azt követően a mi is, illetve az igazgatóság is elfogadta a holding és a holding tagváltók üzleti tervét, tulajdonképpen mi egy pozitív eredményre számoltunk, vagy pozitív eredménnyel kalkuláltunk, de sajnos ugye a COVID az, azt gondolom, hogy minden várakozásunkat felborított, és hát sajnos ugye egy óriási nagy bevételkiesés volt. Hozzáteszem, hogy ugye nyilván ezt a menedzsment és az igazgatóság lereagálta, hiszen nem tétlenül ültünk és vártuk, hogy gyakorlatilag a cégcsoport felboruljon, hanem nyilván hoztunk olyan intézkedéseket, és itt jellemzően költségcsökkentéseket vezettünk be, amelyek nyilván azt eredményezték, hogy ezt a elképesztően nagy összeget, ami nagyon sok pénz, sok mindenben ki lehet fejezni, de nagyon sok pénz, valamennyire tudtuk ellentételezni. Hogy mihez tudnám hasonlítani? Hát gyakorlatilag mondjuk a távhővállalatunk 6 milliárd fölötti árbevételű cég. Azt mondom, hogy a közösségi közlekedésnek majdnem a 3/4 évét meg tudnánk oldani belőle, ebből a 4 milliárd forintból. Tehát ez egy óriási pénz, ez nagyon-nagyon hiányzik a város és a holding kasszájából. Hát azon dolgozunk, hogy ezt valamilyen módon úgy tudjuk kezelni, hogy a városlakók, a miskolci polgárok ebből a lehető legkevesebbet érezzenek. Hát de valószínű, hogy ebből éreznek, mert hát hiszen már itt járatszűkítésekről beszélünk, vagy hogyha a fürdő Kft-t említjük, ugyan COVID-járvány idézte elő ezt a helyzetet, tehát ott bizony már előállt, hogy a dolgozók több mint fele nem kap fizetést. Segítsenek nekem abban, hogy ugye van egy nagyváros, ahol az ott élők úgy gondolják, hogyha megveszik a buszbérletet, kifizetik a parkolási, megveszik a parkolóbérletet, kifizeti a vízszámlát, a távhőszámlát, tehát ugye ő azt várja el, hogy ő ezért megkapja a szolgáltatást. Egy picit talán úgy is veszik, hogy ez neki kiárt, tehát egyszerűen az a busz az jöjjön akkor, amikor ő azt szeretné, és talán itt lehet egy ilyen nagyon komoly félreértés, amit nem tudhatnak a miskolciak, hogyha mondjuk egy holding vagy egy MVK bajba kerül, akkor ez már hogyan érint őket, és hogy gyakorlatilag itt kinek a hibája, kinek a felelőssége. Ugye mindig felmerül ilyenkor az önkormányzat felelőssége,
nevezetesen ugye mindig a polgármester személye, hogy ezért nincs busz. Hogyan lehet egy városlakó számára azt megértetni, hogy bizony ezek olyan szolgáltatások, amik nagyon súlyos pénzekbe kerülnek? Hát nyilván ez egy nagyon nehéz feladat, mert senkitől nem várható el, hogy a MVK, ZRT gazdálkodását, mérlegeit és üzleti tervét áttekintse. Nyilvánvaló a holding vezetésének viszont ez a feladata, és Miskolc város vezetésének is ez a feladata. Úgy, hogy elhangzott, azért itt többfajta jogviszony van, és hát ezek megint elég bonyolultan egymásra rakódnak, de hogyha csak a közösségi közlekedésről beszélünk, akkor azt kell látni, hogy egy jól működő közösségi közlekedés Nyugat-Európában, és egyébként így volt Magyarországon is, úgy működik, hogy a cég bevételének egy harmadát a lakosság fizeti meg bérlet és jegy bevétel formájában, egy harmadát általában a helyi önkormányzatok fizetik, és egy harmadát az állam. Hogyha ez így történik, és normál esetben így is történt Miskolcon is, akkor ez a cég ez jól tudott prosperálni. Általában az volt a szabály, ugye ez a úgynevezett 1 plusz 1 forintos szabály, hogyha az önkormányzat a közlekedésbe 1 forintot befizet, akkor az állam is hozzáfizetett 1 forintot, és ebből kijött az a harmonikus működés, ami jellemző volt az egész országra, és mondom, Nyugat-Európában általában így működnek. Ebből következik az, hogy a lakosság az árbevételnek körülbelül csak az egyharmadát fizeti be, most egy kicsit ettől többet, de a felét semmiképpen sem, tehát a felét valakinek ki kell egészítenie. Ki tudja kiegészíteni? Az önkormányzat és az állam. Az állam az folyamatosan 2010 óta, amióta Fidesz kormány van, folyamatosan csökkentette a közösségi közlekedés támogatását. Tavaly évben például a költségvetésbe berakta, azt hiszem 2 milliárd forintos összeggel, azzal, hogy Miskolc kap 500 millió forintot. Ezt a parlament elfogadta. Majd a Covid helyzetre hivatkozással a Miskolc 500 millióját a gazdaságvédelmi alapba egy tolvonással átrakták, és elköltötték. És az MVK ZRT vezetése, meg a holding vezetése évközben azzal szembesül, hogy van egy olyan szolgáltatás, amit el kell látni, van egy menetrend, amikor ki kell állítani a buszokat, de 500 millió forintot kivettek a kalapból. Ugyanakkor a Covid jelentette azt is, hogy sokkal kevesebb jegy fogyott, sokkal kevesebb bérlet fogyott, mert ez a 4 milliárd forint, ami nem érkezett be a kasszába, ezek közül a legnagyobb tétel az az MVK ZRT-nél a bevétel kiesés, tehát ugye ezzel is meg kellett birkózni. És akkor jött az a rész, hogy mivel az állam nem fizet, a fogyasztóktól, utasoktól nem lehet többet kérni, ezért az önkormányzatnak kell többet fizetnie. De az, hogy az önkormányzat mennyit fizet, ennek nyilvánvalóan van határa. Tudjuk mi is, hogy mi lenne az optimális összeg, de az optimális összeget azt nem tudja Miskolc város önkormányzata biztosítani, elsősorban azért, mert erről is sokat beszéltünk, a kormány az önkormányzattól is elvette a forrásokat több milliárd forint összegben, illetve a Covid az önkormányzatot is több milliárd forint összegben sújtotta. Most még 2019-ben az önkormányzat 1 milliárd forint körüli összeggel támogatta az MVK ZRT-t, mi tavaly 2,5 milliárd forint összeggel, ez iszonyat nagy különbség, hogy 1 vagy 2,5 milliárd. Most azt nézzük, hogy hiszen február 15-éig kell elfogadni a költségvetést, azt nézzük, hogy az önkormányzat mennyi pénzt fog tudni adni. A nagy probléma az, hogy amikor decemberben a kormány elvette Miskolc várostól és az összes önkormányzattól a helyi iparűzési adó bevételeket, akkor azt bejelentették, hogy január végéig kompenzálják az önkormányzatokat. Itt vagyunk február elején, az önkormányzat nem lett kompenzálva, tehát úgy kellene elfogadni február 15-ig a költségvetést, hogy az állam a kompenzációról, a kormány a kompenzációról nem döntött, így ez egy kicsit nehéz feladat. És hogy lekerekítsem a végét, maga az MVK ZRT működése az egy szerződés alapján működik. Tehát hiába vannak tulajdonosi láncolatok, ez egy úgynevezett közszolgáltatási szerződés alapján működik, amikor a képviselőtestület megrendel szolgáltatásokat. Megrendeli azt a szolgáltatást, hogy az 5-ös busz 5 óra 15 perckor induljon el, és menjen végig ezen meg ezen a nyomvonalon. Ez egy hosszú szerződésbe le van rögzítve. Nyilvánvaló, azt ennél a szerződésnél kiszámolják, hogy
ez a megrendelt szolgáltatás, amit az önkormányzat megrendel, vélhetőleg mennyi jegyárbevétel lesz hozzá, és vélhetőleg az önkormányzatnak ehhez mennyi támogatást kell nyújtani, hogy ez a menetrend meg tudjon valósulni. Nyilvánvaló, hogy most ott tartunk, hogy ez egy picit megborulni látszik, tehát amikor azt tetszett mondani, hogy a lakosság természetesen azt szeretné, hogy kiáll a busz megállóba és jöjjön a busz, most egy picit fordítva működik a helyzet, az önkormányzat a maximumot, ami lehetősége van, a maximum pénzt az MVK ZRT-re költi, ezt közli a menedzsmenttel, és ebből az összegből kell a legnagyobb szolgáltatást kihozni, amit természetesen mind az MVK ZRT felügyelőbizottsága, mind a holding igazgatósága, mind a holding menedzsmentje árgus szemekkel figyel, hogy a leghatékonyabban működik-e a cég, hiszen a források korlátozottak. A források korlátozottak, rengeteg pénzről beszélünk, tehát itt az elvonások kapcsán, iparüzési adó, gépjárműadó. Ha az önkormányzat bajban van, én nagyon leegyszerűsítem most a kérdést, akkor a holding is bajban van? Természetesen igen. Én ahhoz, amit a Gábor mondott, hozzá is tenném, hogy akkor, amikor azon gondolkodunk, hogy egy szolgáltatás miért nem olyan, mint amilyet elvárunk, akkor azon is el kell gondolkodni, hogy ezek a szolgáltatások köztulajdonban álló cégeken keresztül valósulnak meg. Magyarul ezek a cégek a miénk. Miből gazdálkodhatnak ezek a cégek? Honnan jöhetnek a források? Ezek a források mind-mind a mi adóinkból jöhetnek. Ezeket az adókat az önkormányzat oszthatja el, és a kormány oszthatja el. Tehát akkor, amikor bajban van egy ilyen cég, mint egy önkormányzati, akár közlekedési cég, vagy kompletten a holding, akkor arra kell gondolni, hogy abból, amit az adóinkból befizettünk, abból nem jut annyi, amennyiből ezt működtetni lehet. És jelen pillanatban itt tartunk, és ebben az esetben még arról is kell szólni, hogy akkor, amikor azt látjuk lépten nyomon, hogy akár a mi víznek, akár a mi hőnek a vezetékei sorra egyre gyakrabban hibásodnak meg, és egyre több helyen van fölbontás, útfölbontás, akkor azt is tudni kell, hogy azok a hálózatok, amelyeket ezek a cégek működtetnek, azok a hálózatok nagyon előregedettek, és sok 10 milliárd forint kellene ahhoz, hogy ezeknek a nem a karbantartása, hanem tulajdonképpen a felújítása, ami éveken keresztül a karbantartás mellett nem történt meg, hogy ez végre megtörténhessen. Tehát mind a mellett, amit a kollégák elmondtak, arról is kell beszélni, hogy olyan elfelejtett dolgok is vannak a háttérben, amelyek időzített bombaként ketyegnek, hiszen ezeket a rendszereket folyamatosan kellene tudni felújítani, és az, hogy 2021-ben még azbest alapú vezetékek is vannak legjobb tudomásom szerint, az nincsen rendben. Feltételezem, mindenféle előzetes számolást már elvégeztek most arra, ugye február van, költségvetésről beszélünk, annak megalkotására, ugye 2021. februárjában, ahhoz, hogy mondjuk a város, most ne a fejlesztésekről, meg gondolom most ezen az éven ilyenről szó se lehet, tehát alapvetően a működés tudjon, tehát optimális, vagy normális szinten tovább folytatódni, mennyi pénzre lenne szüksége a városnak? Most itt ugye beszéltünk a holding esetében, is nagy összegről, de hát ott az önkormányzati költségvetés, tehát ott körülbelül mennyivel kellene több, ami mondjuk egy kormányzati mentővel már akár hát megoldaná a problémát. Természetesen, hogy milyen szintre gondoljuk magát a város üzemeltetését, vagy magát az MVK ZRT működését, mert nyilvánvaló úgy, hogy a hálózatok előregedtek, ezt ugye mindenki óriási a hálózati veszteség, például a vízműveknél. Tehát 2010-ben még lecsökkent 20% körül, de most majdnem megint 50%. Tehát az a víz, ami bemegy a rendszerbe, 50%-a a földbe elfolyik. Tehát elképesztő állapotokat örököltünk 2009-ben. Ezért mondom, hogy 19-ben, tehát ezért maga a városüzemeltetés soron szinte korlátlan pénzösszeg elkölthető lenne. Amikor Miskolc fejlesztéséről beszélünk, 2030-ig 185 milliárd forint fejlesztési pénzt el tudnánk költeni. A Miskolc 2030 program, amiben a projektek konkrétan fel vannak sorolva, az körülbelül ilyen forrással számol. Na most a realitás, és hogyha a működést nézzük, én azt gondolom, hogy nagyságrendileg a Miskolc Holding és tagvállalatainak
körülbelül 40 milliárd forintra lenne szüksége egy optimális működéshez. Ehhez képest tavalyi évben 34 milliárd volt az árbevétel, és úgy, ahogy elhangzott, 2019-ben 38 milliárd, tehát ez a 4 milliárd az itt van közte. Ugye nem jött be, nagyon sok pénz nem jött be az MVK ZRT-nél, sok nem jött be a Városgazdánál, nem tudott több szolgáltatást megrendelni az önkormányzat. A fürdőnél milliárdos árbevétel kiesés, hiszen a év nagy részén zárva volt, és ugye sorolhatnánk, hogy ez a 4 milliárd forint hol nem jött be. De ugyanígy látom az önkormányzatot is, és amikor azt tetszett mondani, hogy egymás alá meg felé, olyan értelemben két rendszerről van szükség, vagy szó, hogy az önkormányzat is körülbelül egy optimális, takarékos működésnél olyan 40 milliárd forintra lenne szükség a jelenlegi rendszer működtetéséhez. Tehát ez azt jelenti, hogy még a holdingnál 40 milliárd kellene, az önkormányzatnál is 40 milliárd, a holdingnál tavaly 34 milliárd volt az árbevétel, reméljük, hogy ma már a 21-ben a pandémia nem lesz annyira súlyos az egész évet tekintve. A városnál pedig egyelőre úgy néz ki, hogy egy 35 milliárdos árbevétellel számolhatunk. Ebből ugye az látszik, hogy összességében egy 80 milliárd forintos árbevételre szükség lenne, és 70 milliárd körüli összeg látszik. A 10 milliárd forint az rendkívül nagy összeg. Ennek az áthidalása kis takarékossági intézkedésekkel nem képzelhető el. Komolyabb strukturális változások szükségesek ahhoz, hogy ez a két rendszer működhessen, amire nyilván mi elkötelezettek vagyunk, de ebben lehet színvonalcsökkentést, amit pedig nem szeretnénk. Azért szeretnénk azt, hogy amit a kormány elvett, az kompenzálja Miskolc városának, és akkor ilyen színvonalcsökkenésekről nem beszélhetnénk, hanem folyamatosan javuló ellátási színvonal lenne a napirenden szinte minden nap. Beszélgetésünk ideje most már mindjárt lejár, viszont a fürdőről még mindenképpen egy pár gondolat így a végére. Ugye egyrészt azért is, mert ugye nehéz helyzetben vannak, közben megvalósult a fejlesztés Tapolcán. Ugye nyára, ha már tényleg valóban itt a járvány veszély elhárul, nyithat az a fürdő is, az mondjuk most nekünk pozitív vagy negatív. Nyilván a miskolciak körülnek neki, de mondjuk ennek az üzemeltetési költsége feltételezhetően óriási. Hát igen, ugye a fürdőket érinti leginkább ugye ez a pandémiás helyzet. Gyakorlatilag ott ugye most már november közepétől ugye zárva vannak, és hát ugye tavalyi évben is volt egy pár hónap, amikor igazából szinte abszolút nem tudtak működni a fürdők. Tehát tulajdonképpen ez a közlekedés mellett a másik leginkább érintett terület, ami ugye holding vagy áttételesen városi tulajdonban van. Tehát így tulajdonképpen a holding és a városi kasszát terheli. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a legnehezebb kérdés itt ugye az embereknek a jövője. Tehát, hogy mit csináljunk vele, és nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy milyen irányba vigyük. Ugye első körben gyakorlatilag tehát ameddig tudtuk, addig tartottuk a béreket. Ezt követően történt egy 50%-os bércsökkentés, és nyilván igénybe vettük ugye az ágazati bértámogatást, amit jeleznék, hogy egyébként azóta se jött meg, tehát nagyon-nagyon nehezen folyósítják ugye ezeket a típusú támogatásokat, pedig ugye már novemberben beadásra került, és igazából nem régen pedig meg kellett hoznunk azt a döntést, hogy azoknál a kollégáknál, akik gyakorlatilag, akik tényleg nem végeznek most effektív munkát, mert tényleg be van zárva és nem tudnak mit csinálni, ott tulajdonképpen egy állásidőt rendelünk el. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a munkaviszonyokat a további időszakra is fenntartjuk, tehát a járulékokat és az egyéb járandóságokat, ami az ő jogviszonyukat, a TB jogviszonyukat érinti, az természetesen a vállalat rendezi, viszont nyilván erre az időre sajnos fizetést nem tudunk nekik biztosítani, ez nagyságrendileg 80 ember. Egyébként durván ennyi ember az, akit még egyébként 50%-os vagy 75%-os béren foglalkoztatunk. Igazából mi abban a
az esetben, hogyha a kormány feloldja ezeket az intézkedéseket, és el tudunk indulni, tehát lesz egy céldátum a nyitásra, akkor mi a mi terveinkben azt szeperel, hogy ezeket az embereket, és egyébként ezt mindenkinek elmondtuk, folyamatosan visszavezetjük a munkába, és változatlan feltételek mellett számítunk a munkájukra. Tehát igazából senki, és természetesen volt olyan, aki ezt nem fogadta el, ezt is el kell mondjam, nyilván vele közös megegyezéssel fölbontottuk a szerződést, azzal egyébként, hogyha későbbiekben ugye mégis úgy gondolják, akkor egyébként van hely. Na most az Ellipsum 2, vagy az Ellipsum, tehát a Tapolca 2 megépült fürdőt ugye évvégén átvételre került. Igazából jelen pillanatban még folyik ugye a kalkuláció, hogy körülbelül mennyibe fog ez kerülni az önkormányzatnak, vagy a miskolci fürdőknek. Nagyon pontos számot nem tudok még önöknek, vagy önnek mondani erről. Folyamatban vannak ugye a számítások. Egy biztos, nagyon sokba fog kerülni az önkormányzatnak ennek a fürdőnek a fenntartása. Nyilván egy másik turisztikai, meg városi szempontból, meg városok szempontjából azt gondolom, hogy egy nagyon szép és használható létesítmény lesz. Szárjuk úgy a beszélgetést, hogy azért egy két mondattal így összegezzük már. Tehát ugye tényleg évelején vagyunk, felvázolták, hogy mi kellene ahhoz, hogy minden optimálisan működjön. Optimistán tekintenek így az évre? Nehéz kérdést tett föl. Nem tudjuk azt, hogy a járvány meddig tart. Nem tudjuk, hogy lesz-e harmadik hulláma. És tulajdonképpen azt se tudjuk, hogy a kormánytól mit várhatunk, hiszen teljesen egyértelműen az önkormányzat önerejéből, ebből a helyzetből kimászni nem tud. Hát, természetesen örök optimista vagyok, de mivel itt nagyon sokszor ugye a költségvetésről és pénzügyekről kell beszélni, a pénzügyekben az optimizmus az kevés, tehát amikor a bankszámlát lévő összeget ugye minden nap ellenőrzi a természetesen a vezetés valamennyi cég vonatkozásában. Hiába tekintünk optimistán a jövőbe, hogyha a bankszámlán kevesebb összeg mutatkozik, mint az üzleti tervbe szerepel. Én azt tudom inkább mondani, az optimizmus vagy pessimizmus témája helyett, hogy a menedzsment és az igazgatóság elfogadta a 2021 évre szóló üzleti terveket. Ilyen talán még nem volt, hogy ennyire hamar. Természetesen, hogy ezek az üzleti tervek a pandémia miatt nagy bizonytalanságot is tartalmazhatnak, de hát ennek a folyamatos korrekciójára azt gondolom, hogy készen állunk. Hát én azt gondolom, hogy nekem optimistának kell lenni, mert nekünk az a feladatunk a menedzsmentnek, nyilván az igazgatósággal együtt, hogy azokat az alapvető, a város működése szempontjából fontos közszolgáltatási funkciókat el kell látni, hatodik haszakad. Ha kevés pénz van, ha sok pénz van, akkor is. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy lehet a közszolgáltatások színvonalában változás. Tehát lehet, hogy picit nagyobb lesz a fű, de olyan nem lehet, hogy nincs ivóvíz, olyan nem lehet, hogy ne legyen télen meleg. Viszont lehet, hogy picit kevesebbet fog járni a busz. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk a feladatot meg kell oldani, ehhez meg azt gondolom, hogy csak optimistán lehet hozzáállni. Köszönöm, hogy itt voltak. És köszönjük nézőinknek is a figyelmet, legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban várjuk Önöket, én munkatársaim nevében is további szép estét, kellemes televíziózást kívánok. Viszontlátásra!